Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Óvatosságra intenek a szakemberek, megnövekedett a darazsak száma. Ingatlan piac, hogyan alakulnak az árak Tolna vármegyében? Testvértelepülési kapcsolat, a Vajdaságban járt Berlinger Attila Szekszárd polgármestere. Dombóvári Kötél Úró Sportegyesület, sikerek az Európa-bajnokságon. Az enyhe tél és az aszályos időszak egyaránt kedvezett a darazsak elszaporodásának. Óvatosságra intenek minket a kártevő írtok és az orvosok is. Az allergiások különösen veszélyeztetettek ebben az időszakban. Melegebb volt az idei tél, sokkal több darázs királynő élte túl az évszakot. Ennek következtében rengeteg egyet tudta elindítani a szaporulatát is. Hamar beköszöntött a hőség idén, és az aszályos időszak is kedvezett nekik. A darazsak ellen, amikor már a fészek felépül vagy épülőben van, nagyon jól alkalmazhatóak a gazdaboltokban kapható lakossági darázs irtószerek. Tehát ezek az aeroszolok, sprék, ezek 4-5 méter távolságra is elképesek fújni, és olyan hatóanyag van bennük, amik szinte azonnal, mintha lefagyasztanák a darazsakat, szóval azonnal lepottyannak, nem fognak tudni minket megtámadni. De ezeket a spréket a legjobb akkor alkalmazni, amikor kora reggel vagy esti időszakban vagyunk, amikor az összes darázs a fészekben van, és ezek mindenképpen csak ezek a nyílt, nyitott fészkekre alkalmasak jók. És azokon a helyeken, ahol esetleg rejtett fészek van, szigetelés mögé, ragaljába, olyan helyekre, ahol nem látszik a fészek, oda fészkelték be magukat a darazsak, oda már nem alkalmasak ezek a sprék, nem fújnak be olyan mélyre. Ha ilyen fészekre lelünk, és az olyan helyen van, ami számunkra különösen zavaró, akkor érdemes szakembert hívni. Ne tömjék be semmiképpen ezt a lukat, mert az a szakember munkáját is nehezíteni fogja, mert ezen a lukon keresztül, ez a kijárati, bejárati csatornán keresztül fogja tudni bejutatni azt a speciális irtószert, ami a darazsokat elpusztítja a fészek mélyén is. De mondom, elsőnek mindenképpen, ha elcsípjük, érdemesebb a házi módszerekkel jóval, de jóval olcsóbb. Egy ilyen darázspré néhány ezer forintba kerül csak, és a nyílt fészekekre nagyon jól működik, és nagyon jól alkalmas. Dr. Franz Robert háziorvost kérdeztük a csípés veszélyességéről. Tudjuk, hogy többfajta darázs van, van kicsi nagy lódarázs, ilyen darázs, mindegyikre másképp reagál az emberi szervezet. Nyilván egy nagyobb rovar által, nagyobb mennyiségben bevitt anyag hatására sokkal keményebb és erősebb reakciók jöhetnek létre. Az ember a kétféle módon válaszolhat, vannak azonnali típusú reakciók, és vannak késői típusú allergiás reakciók, amelyek ilyen a darázscsípésekkel jelentkeznek. Egyéni, tehát egyéntől függ, hogy hogyan reagálunk erre. Aki már korábban találkozott darázscsípéssel, és nem jól reagált a szervezete, azaz allergiás módon reagált rá, annak egy kicsit jobban kell tartani, annak fel kell készülnie arra, hogy legközelebb ilyen csípés jön, akkor bizony egy komolyabb probléma jöhet. Aki allergiás, annak érdemes beszerezni egy olyan eszközt, amivel az azonnali típusú reakciót ki lehet védeni. Ilyen készítmény az EpiPen. A késői típusúnál a csípés helyén gyulladás és duzzanat lép fel. A fájdalom jelentkezik, és ezt tudjuk oly módon kezelni, hogy borogatjuk, kenőcsöt rakunk rá, illetve gyógyszeres kezeléssel, allergiai gyógyszeres kezelést adunk a betegnek. Akit tömegesen támadnak meg ezek az állatok, az akár életveszélyes állapotba is kerülhet, meglévő allergia nélkül. Így nagyon fontos, hogy óvatosan bánjunk a darázsfészkekkel. Az ingatlan piac aktualitásait érdemes nyomon követnie annak, aki eladni vagy épp vásárolni szeretne. Jelenleg nagyban segíti az eladást, hogy a lakáshitelek kamata csökkent. Szekszárdon jelenleg a lakások, családi házak átlagos négyzetméter ára 400 és 410 ezer forint körül mozog. Ez azt jelenti, hogy egy picit talán lejjebb ment, mint egy fél évvel ezelőtt, de nagyon nem változik. A lakásoknál ilyen 480 és 500 ezer forint körüli árat lőnek be általában az eladók, aztán hát nyilván most azért valamennyire alkuképes is, ez függ attól, hogy mennyi pénze van ugye a vásárlóknak, vagy mennyire van frekventált helyen az ingatlan, mennyire indulnak be rá. Segíti jelenleg az eladókat az, hogy a lakáshitelek kamata az utóbbi időben érezhetően csökkent. A 20-25%-ról most már ilyen 10% körülire visszaestek a kamatok.
ez azért jelentős, valamint, hogy a gyermeket vállaló családoknak a kormány azért nagyon sok kedvezményt biztosít, és ez kvázi önerőként is szolgálhat, és ezáltal hozzájuthatnak olyan ingatlanhoz, amihez egyébként nem tudnának. Viszont ez fenntartja az árakat. A Tolnai megyeszékhely vonzás körzetét megvizsgálva azt tapasztalható, hogy a környező falvakban még mindig jelentősen olcsóbban lehet ingatlant kapni. Tehát ott már 200-250 ezer forintos négyzetméter ár is elképzelhető, viszont a Szekszárd környéki városokban, Tolna, Bonyhád, szinte azonosak az árak a szekszárdival. Ennek nyilván az is az oka, hogy mondjuk Tolnán jóval kevesebb lakás van, mint Szekszárdon. Tehát ott kevesebb az eladó lakásingatlan, ezáltal annak az árát magasabban is tudják tartani az eladók. A jövőre tekintve, ha a kamatok még lejjebb esnek, akkor megnő a kereslet is az eladó ingatlanok iránt, ami további áremeléseket generálhat a piacon. Nem csak a vasárnapi Szakcs térségében történt tragédia volt az egyetlen, ahol itt a sofőr okozott balesetet a hétvégén. A szakcsi baleset halálesettel végződött, egy másik bajai férfinek szerencséje volt. Ő Pörböly térségében sodródott le az útról és árokba csapódott. A járművezető nem sérült meg. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság mindenkit arra kér, hogy a saját és a mások testi épsége érdekében ne vezessenek ittasan. Az utasok pedig ne üljenek olyan sofőr mögé, aki a vezetés megkezdése előtt alkoholos italt fogyasztott. Csaló járja Bonyhádot kommunális adó beszerzésére hivatkozva. Hívta fel a figyelmet a település önkormányzata Facebook oldalán. Mint írják, a napokban egy ismeretlen személy kommunális adó befizetésével kapcsolatban keresett egy üzletben illetékest. Ekkor őt felszólították személyazonossága igazolására, azonban ezt nem tette meg és távozott. Az önkormányzat felhívja a figyelmet, hogy az adócsoport munkatársai semmilyen adónem ellenőrzése céljából a helyiek, illetve a vállalkozások címén személyesen nem járnak el, befizetést nem fogadhatnak el. Teljes terjedelmében égett egy parkoló személyautó hétfő este Nagymányokon. A tűzesethez a bonyhádi hivatásos és a nagymányoki önkéntes tűzoltók vonultak, akik két vízsugár segítségével oltották el a lángokat, amelyek egy távközlési oszlopot is elértek. Személyi sérülés nem történt. A szerbiai vajdaságban járt Berlinger Attila szekszárd polgármestere, hogy újra felerősítse a vármegye székely testvértelepülési kapcsolatát Óbecsével. Az önkormányzat a jövőben több másik testvértelepüléssel is szorosabbra fűzné viszonyát. Szekszárdot és a vajdasági Óbecsét a 70-es évek óta élénk kétoldalú baráti kapcsolatok fűzték össze. Mint Berlinger Attila elmondta, az elmúlt évek békétlensége ezekre a kötelékekre is rossz hatással volt. Éppen ezért egyik fontos feladatként tartom városvezetőként azt, hogy újraépítsük, újra tartalommal töltsük meg ezeket az egyébként régebben nagyon jól működő rendszereket. Augusztus 1-én tartja Óbecse városa hosszú-hosszú évek óta a saját városuk napját. Egy picit hajaz ez a program a mi augusztus 20-ánkra olyan szempontból is, hogy ilyenkor zajlik Óbecsén is a városi kitüntető díjak átadása egy ünnepi közgyűlés keretében. Erre a rendezvényre fogadta el ismét Szekszárd a meghívást. A találkozó jó alkalom volt arra, hogy a felek felelevenítsék a régi kapcsolatokat. Óbecsével is nagyon sok iskolai, civil, kulturális, sportterületén, elég ha csak a vízilabdára gondolok, ami Óbecsén mindig is világszínvonalú és világhírű volt, vagy a évekkel ezelőtt elindult kétoldalú gazdasági kapcsolatokat, közös gazdasági társaság is alakult annak idején Óbecse és Szekszárd között. Szóval a lényeg ennek, hogy ezeket frissítsük fel, újra vegyük fel a szálakat, és hát korábban, mivel én a város nemzetközi kapcsolataira dolgoztam hosszú éveken át, ezért nagyon sok baráti szál fűzött ehhez a településhez is, úgyhogy örömmel üdvözöltem a régió ismerősöket. A vajdaságiakat az idei szekszárdi szüreti napokra is meghívták, melyet szeptember 19-e és 22-e között rendeznek. Következő hónapokban valamennyi egyéb testvérvárosunkkal kapcsolatban is így fogunk tenni. Már meghívást kaptunk németországi Bietigheim-Bissingenbe, Igazfalvára, Lugosra, de éledezik a belga, a francia, a finn, az ír és valamennyi kapcsolatunk is.
A közeljövőben tehát az önkormányzat célja, hogy Szekszárd városi kapcsolatrendszerét nemzetközi szinten is bővítse. Pup Noémi, a paksi atomerőmű ESE versenyzője döntőbe jutott a női kajak négyessel a párizsi olimpián 500 méteren, csapattársaival, Folyt Sárával, Csipes Tamarával és Gazsó Alida Dórával. Pup Noémi párosban 500 méteren Folyt Sárával harmadikként ért be az előfutamban, majd a reményfutamban negyedikek lettek, így tovább jutottak. Pénteken küzdhetnek meg a döntőbe jutásért. Szolnokon rendezték az U20 és U23-as atlétikai magyar bajnokságot. A Szekszárdi Sportközpont atlétái 2 érmet szereztek. A szombati napon a férfi 3000 méteres akadályfutásban Mészáros Balázs a második helyen ért célba, Gyányi Zsombor bronzérmes lett. 9-en vettek részt a júliusi kötélugró Európa bajnokságon a Jumpers Dombóvári Kötélugró Sportegyesület versenyzői. A sportolók sikeresen szerepeltek. Az egyesületet 2019-ben alapították, de több mint 30 éves múltat tekint vissza a kötélugró sport Dombóváron. Most van 8 éve, hogy ugró kötelezek, és kétszer vettem részt eddig Európa-bajnokságon, és idén hála Istennek Magyarországon került megrendezésre, ezért én is válogatóztam és kijutottam. Kaposváron tanulok, ami Dombovártól 30 kilométerre van, ezért csak egy versenyszámot vállaltam el, mert a sok edzésre nem mindig értem haza normális időben. Egy úgynevezett DDC versenyszámom volt, és 6-ak lettünk a csapattársaimmal. A sportolók elmondták, hogy általában minden nap edzettek a megméretetés előtti felkészülési időszakban, ez napi kétszeri alkalom volt. Számomra egy csoda volt, főleg, hogy ott volt a családom, és hát egy nagy élmény volt, hogy nekem szurkoltak, hogy kiabálták, hogy hajrá Magyarország, és én képviseltem az országot ott a pályán egyedül éppen. Szóval nekem ez leírhatatlan örök élmény marad. A 14 éves Szabó Emília, Dombóvári József Attila általános iskola növendéke szintén versenyzett a kontinens viadalon. Vannak a gyorsasági versenyszámok, itt időre kell csinálni, váltott lábbal vagy páros lábbal kell ugrálni, úgyhogy vagy duplán hajtod át a kötelet, esetleg még triplán is. Vannak ebből csapatversenyszámok, egyéni versenyszámok, dupla köteles versenyszámok, ahol kettő hosszú kötélben kell ugrálni, vannak gyakorlatok, ahol ott is szintén van kettő hosszú kötél, van egyéni ott is, ahol saját köteletbe kell ugrálni, és ott is van csapatba is, ahol egyéni kötélben kell ugrálni. A klubnak jelenleg 29 tagja van. 9-en vettek részt a kötélugró Európa-bajnokságon, a többiek az utánpótlást erősítik. Összesen 16 versenyszámban voltunk jelen, számos érmet hoztunk el, ha jól számoltam, akkor 15 darab érem landolt ugye nálunk, illetve ezen felül több 6. helyezett, illetve ugye 4. és 5. és 6. helyezett versenyszámaink is voltak, valamint ugye a nagyon kemény Európa-bajnoksági mezőnyben, a középmezőnyben ilyen 14. helyezéseket is, és annál kicsit jobbakat is értünk el. A Jumpers Dombóvári Kötélugró Egyesület elégedett az eddigi elért eredményekkel. Regionális híreink következnek. Szurkolás, tánc, siker, világbajnoki bronzot hoztak a pécsi egyetemisták. Drónok, a levegőből is segítik a bűnmegelőzést a polgárőrök. Borhéc, 14 pincészet kínálja nedvűit Balaton lellén. Bronzérmet nyert csapatban és 6. helyet szerzett hip-hop duóban a magyar cheerleading válogatott Splitben az egyetemek cheerleading világbajnokságán augusztus 4-én. A csapat többségét pécsi egyetemisták alkotják. A szakmai vezető is pécsi szakember, őt kérdeztük a versenyről. Csillogó ruhák, kiegészítők, látványos előadás ezeken a korábbi felvételeken. A pécsi egyetem táncosainak előadását díjazták az egyetemek cheerleading világbajnokságán is Splitben augusztus 4-én. Mi ugye a hip-hop csapatban és duóban voltunk érintettek, a hip-hop csapat 3. helyezést ért el, a duó pedig 6. helyen végzett, úgyhogy az első 3 ázsiai versenyző volt, utána ausztrál,
és aztán egy horvát is utána következett a magyar dúó. Úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk mind a két eredményre, és ez egy nagyon érdekes szerkesztésű verseny volt, ugyanis három nap alatt háromszor kellett eltáncolnunk a gyakorlatokat minden csapatnak, és így jött ki a végső eredmény, a végső sorrend. Minden nap egyre magasabb pontszámot értek el, kétszer is javítani tudtak. Így született meg végül ez a remek eredmény, mondja a versenyről a válogatott szakmai vezetője. A VB-n a magyar egyetemi csapat többségét pécsi hallgatók alkották. A Pécsi Tudományegyetemről 16 hallgató, a Szegedi Tudományegyetemről egy hallgató, illetve a Magyar Táncművészeti Egyetem egy frissen végzett, mert még aki egy éven belül végez, ők is részt vehetnek. Tehát így 18-an alkották a hip-hop csapatot, illetve ezen kívül hip-hop duóban is indultunk. Ez pedig a Pécsi Tudományegyetem két hallgatója volt, Zav Johanna és Tóth Petra. A dúó a hazai egyetemi bajnokságot nyerte meg, így vehettek részt a világbajnokságon. Legtöbbször amerikai sporteseményeken vagy éppen filmekben látni szurkolói tánccsoportokat, akik lelkesen buzdítják a csapatokat. A VB-n is jellemző volt ez a mentalitás. Egy nagyon jó hangulatú, nagyszerűen szervezett eseményről beszélünk, egymásnak szurkoltak a csapatok, tehát tényleg ugye a csír, a szurkolás, buzdítás szóból ered, úgyhogy ezt maximálisan teljesítette mindenki. Ázsiából Kína, Japán, Tajvan volt itt, akkor az Amerikai Egyesült Államok és Kanada, aztán Ausztráliából is volt csapat, Európából, több országból. Összesen 13 ország sportolói mérettették meg magukat a világbajnokságon. A szakmai vezető szerint az elkötelezettség és a szisztematikus építkezés a két pillér, amikre a csapat épített, ennek köszönhetően szerepeltek sikeresen a világversenyen. Elméleti és ügyességi feladatok is vártak a polgárőr drónpilótákra Kerekiben, ahol 15 vármegyéből 17 csapat mérte összetudását. Itt rendezték meg a polgárőr egyesületek idei drónversenyét. A legjobbak a polgárőrséget képviselik majd szeptember közepén az országos rendészeti versenyen. Az első akadály ez. Teljesen mindegy, melyik oldalon mentek át közte, viszont amikor visszafele jön az ember, akkor másikon kell neki visszafele jönni. Rövid pályaismertetést követően fel is szálltak a drónok Kerekiben. Minden polgárőr csapatnak elméleti tesztet és egy akadályokkal nehezített pályát kellett megoldania. A résztvevők számára nem volt ismeretlen a drón kezelése. Kirchner Tibor 4-5 éve már használja az eszközt polgárőr munkája során. A migráció terén mindenképpen, eltűnt személyeknél, eltűnt állatoknál, tűzeseteknél gyakorlatilag mindenhol, ahol a drónt föl lehet használni, gyakorlatilag ott voltunk vele. Hazánkban mintegy 100 polgárőr egyesület rendelkezik már drónnal, Somogyban 14 ilyen eszköz található a szervezeteknél. Kőrösegynek és Kerekinek közös polgárőr egyesülete van, Kőrösegyi Polgárőr Egyesület. Nagyon jó az együttműködés, a létszámunk, az aktív létszámunk az 20-22 fő környékén van jelen pillanatban. Ugye ennél jóval magasabb a létszám, csak ugye van, aki már nem lát el aktív szolgálatot, ennek nagyságrendileg úgy a 40%-a körül lehet egészen pontosan a kerekieknek az aránya, és igen, rendelkezik az Egyesület drónnal, és a Balatonfőrvári Egyesület is rendelkezik drónnal. Kellett már bevetni? Igen, mindegyik egyesületnél volt már szükség rá, nem helyben, hanem más településre mentek segíteni, illetve kutatást végezni. A bűnmegelőzésben egy új lehetőséget jelent a drón használata. Az Országos Polgárőr Szövetség célja, hogy az elkövetkező években növelje a drónok számát a helyi egyesületeknél. Az illegális migráció ellen határvédelemben van lehetőségünk igénybe venni ezeket az eszközöket. A határjártól, a határvonaltól 8 kilométeres sávban, távolságban. Másik nagyon sokat eltűnt személy országosan, nagyon sok gyermekkorú, fiatalkorú, de főleg idősek eltűnnek, eltévednek, azoknak a felkutatása rendkívül fontos. A polgárőrök országosan több száz ilyen esetben
vesznek részt a felkutatásban. Harmadik pedig az illegális hulladéklerakó helyek felderítésénél is lehet alkalmazni ezeket, és úgy gondolom, hogy az illegális hulladéklerakó helyek felderítésénél lehet majd az általános bűnmegelőzésben ezeket az eszközöket alkalmazni. Kerekiben az elméleti tesztet a Baranya Vármegyei Polgárőr Szövetség tagjai teljesítették a legjobban. A drónkezelési ügyességi feladatban pedig a somogyiak voltak a leggyorsabbak. Így a baranyai és a somogyi drónpilótákból áll majd össze az a csapat, amely a polgárőrséget képviseli szeptember közepén az országos rendészeti versenyen. 14 dél-balatoni borászat kínálja nedvűit Balaton Lelén az idei, immár 31. borfesztiválon. Továbbra is népszerűek a fehér és gyöngyöző borok, de a pezsgők iránt is egyre nagyobb a kereslet. A borvidéken a korábbi évekhez képest 2-2,5 héttel korábban indult a szüret, hagyományosan a Csaba gyöngyével. Ezt követi az Irsai Olivér, majd a pezsgő alapoknak való szőlőt szüretelik Balaton Lelle és Balaton Bogdár térségében. Megtelt a Balatonlellei rendezvénytér a borfesztivál megnyitójára. Idén 14 helyi és környékbeli pincészet kínálja itt nedűit. Az Irsai Olivér rozé még mindig sláger, emellett 5 fajta pezsgőnk már kóstolható itt a faházunkban. Itt szintén egy irsai és a királylánykánk és a klasszik pezsgőnk is. Nagyon piacos kelendő pezsgő. A borászok bizakodóak az idei termést tekintve, bár az elmúlt évekhez képest 2-2,5 héttel korábban indul a szüret a Dél-Balatonnál. Az, hogy egy kicsit korábban van, azt gondolom talán nem lesz probléma vele. A beltartalmi értékek, ami egyébként kérdéses, de szerintem abban sem lesz gond az idejében. Hát előbb végzünk a borászatba, úgyhogy hamarabb lesz egy ilyen kis őszi szünet, talán ezben bizakodunk. A Csaba gyöngyét már leszették, a szüret az Irsai Olivérrel, majd a pezsgő alapoknak való szőlővel folytatódik a Dél-Balatonnál. A minőség azt gondolom nem lesz rossz, jó lesz, miután a szőlő egy kultúrnövény, és nagyon jól tűri az időjárás viszontagságait, milyen gyökerezik, tehát pillanatnyilag még aszálykáros szőlőültetvényekkel nem nagyon találkoztunk, ezáltal azt gondolom, hogy nem lesz rekordtermés a mennyiségbe, de a minőség az mindenképpen azt hiszem, hogy ebbe az évben felülmúlja a tavalyit. A Balatonlellei borhét a pincészetek nedői mellett vasárnapig kínál gasztronómiai különlegességeket, kulturális programokat és kézműves termékeket a rendezvénytérnél. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Óvatosságra intenek a szakemberek, megnövekedett a darazsak száma. Ingatlan piac, hogyan alakulnak az árak Tolna vármegyében? Testvértelepülési kapcsolat, a Vajdaságban járt Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere. Dombóvári Kötél Úró Sportegyesület, sikerek az Európa bajnokságon. Szerdán folytatódik a napsütéses, eseménytelen időjárás. 30 fok körül alakul a hőmérséklet. A napsütés csak átmeneti gyenge gomoly felhősödés zavarhatja meg néhol. Eső nem érkezik. Gyenge változó irányú légmozgás lesz jellemző. Este az ország túlnyomó részén marad a nyugodt, eseménytelen idő. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!